NAK településen elkezdődött az ivóvízminőség javító program, amelynek keretében többek között a mélyfúrású kút melléfúrásos felújítására kerül sor, tudtuk meg a polgármestertől. Az itt élők nagy örömére közel 500 millió forintot nyert a település a vízműhálózatnak a felújítására. Ez magába foglalja teljes új gépészetet, a gépház felújítását, illetve kapunk egy teljesen új kutat, valamint a régi kut mellé is fúrnak egy újat, úgyhogy biztonságos lesz a naki vízellátás. Kehop forrásból kaptuk azt a közel 500 milliót. Ennek részeként még a Gölle-Inánpuszta vízműhálózattal össze lesz kapcsolva, de ez egy kisebb összeg. A fő forrás az itt kerül elköltésre. Kapunk egy új kutat, amelyik egy másik vízszintről, azt hiszem, hogy 40-50 méterre mélyebbről fogja felhozni a friss vizet. Szerencsére semmi probléma nincsen, minden megy folyamatában, nincsenek vízmaradások. A kehopos forrást, ezt gyakorlatban csak a vízmű felújítására, tehát a gépészet, épület és kútfúrásra lehet használni. Ebből a forrásból maximum 20%-ot lehetne a hálózat felújítására elkölteni. A technológiához kapcsolódóan a naki vízműtelepen elhelyezésre kerül egy 21 köbméteres fasiszap ülepítő medence. A technológia berendezésének elhelyezéséhez a meglévő épület átalakítása és bővítése is megvalósul ebből a közel 500 millió forintból. Az ivóvízhálózat rendszerére is ráférne a felújítás, erre egyelőre pályázati forrás hiányában nincs lehetőség. Ahhoz, hogy tiszta vízünk legyen a poharunkban, ahhoz az is fontos, hogy a már elhasználtat, azt kulturáltan ürítsük, illetve kulturáltan helyezzük el. Ennek keretében a VP-s forrásból 100 millió forintot nyertünk. Ez 52 darab egyéni szennyvíztisztító beüzemelését jelenti. A napokban szállították le az eszközök egy részét, és várhatóan ez év júniusában elkezdődnek ott is a kiviteli munkálatok. Mivel egyedi szennyvíztisztítókról van szó, minden egyes telken belül, tehát a belterületen fog történni. A kivitelezővel történt megbeszéléskor megállapodtunk abban, hogy reggel elkezdenek egy kiépítést, és az délutánra befejezik, tehát egy napot vesz igénybe egy családtól. Mi szerettünk volna már régebb óta a szennyvízünkre megoldást találni, a hálózat kiépítésére, tehát a csöves hálózat kiépítésére sajnos a napjainkban nincsen forrás, pályázati lehetőség, ezért ez maradt egyedüli lehetőségként, hogy egyedi szennyvíztisztítókat építsünk. Sajnos csak 52 igény érkezett, lett volna lehetőség többre is. Bízunk benne, hogy a következő években majd átértékelik a lakók, és lesz még rá igény, akkor egy újabb pályázatból esetleg tudjuk még bővíteni a rendszert. Ilyen építmény, ez körülbelül 1,5 millióba kerül, és ez 90%-ban van finanszírozva, fennmaradó 10%-ot kell a lakosságnak megtéríteni, de azt hiszem, hogy ez akkor is egy nagyon jó befektetés. A NAKI ivóvízminőségjavító program fizikai befejezési határideje 2023. szeptembere.